Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt ezen a szép szerdai délutánon. Én Lackó Gábor vagyok, én leszek, aki Gáborral beszélgetni fog itt ma, és hát szeretettel köszöntelek, Gábor. Szervusztok! Arról fogunk beszélgetni, hogy mikben hibáztál, és erről ezzel fogjuk tölteni a délutánt. Engedjétek meg, és engedd meg, Gábor, hogy egy személyes beszélgetéssel, egy személyes élménnyel kezdjük meg ezt a délutánt. Amikor az első személyes élményem veled az volt, amikor 2012 környékén egy kurzuson hallottalak, és azóta is nagyon fejemben van, amit mondtál, és megragad bennem, hogy felismerted, hogy az épített vállalatod vezetését másra kell bíznod, mert úgy érezted, hogy olyannak kell vezetnie, aki már egy nagyobb vállalat vezetéséhez jobban illeszkedik. És itt én gondolatban beleültem a székedbe, és megállapítottam, hogy ez egy piszok nehéz döntés lehetett, aminek biztos sok előzménye volt, és erről majd kérem is, hogy egy picit majd beszélgessünk. Illetve ezt követően ugye volt szerencsém egy mentorprogram által egy hosszabb intervallumban is beszélgetni veled, itt személyes vezetői kihívásokról. És ott is beszéltük, hogy aki neki indul egy úton, az azt keresi, hogy hogyan lehet sikeres, mik a receptek. Akik sikeres vállalkozók, azok egyébként hogy lettek azok? És nagyon sok sikersztorit lehet olvasni, ahol mindig minden szép és jó. Te mégis azt az utat választottad, ahol szívesen mesélsz a buktatókról is, nehézségekről, és egyébként még egy kis öniróniát is belefűzöl ezekbe a sztorikra. Miért? Miért választottad ezt az utat is akár? Hát írtam róla egy könyvet, amit ajánlok a résztvevők figyelmében, a Graphisoft 2.0, és ennek az alcímét idézném, és a mottóját. És ezzel tulajdonképpen válaszoltam a kérdésedre. Az alcíme, hogy ugye nagyon az alcíme az, hogy a generációváltás drámái. Ezt mindenki nehezen éli, meg én is. Amikor rájövök arra, hogy hát ide most már fiatalabbak kellenének. És ide én már nem vagyok jó. És hát tulajdonképpen ezt azért írtam meg, hogy segítsek azoknak, akik hasonló kihívás előtt állnak. Hát most az van, hogy körülbelül most érkezett el az az idő, hogy a rendszerváltás utáni első vállalkozói generáció, akik akkor indultak neki, amikor megindult a magyar piacgazdaság, hát azok most már megöregettünk, úgyhogy át kéne adni a stafétabotot, és ez mindenkinek nehéz. Úgyhogy gondoltam, hogy ezzel segítek, hogy én erre hogy jöttem rá, hogy nekem át kell adni, és hogyha úgy bele tudják élni magukat mások is, hogy igen, tényleg, hát ha Gábor át tud adni, akkor talán nekem is sikerülni fog. A másik pedig, hogy a hibáimról miért beszélek sokat, ez a könyvnek a mottójában válaszolok erre a kérdésre. A Tolstoj, Anna Kareninának van egy nagyon híres és sokat idézett mondat benne, hogy a boldogtalan párok, azok minden, a boldogtalanok a maguk módján boldogtalanok, de a boldog párok egyformák, de a boldogtalanok a maguk módján boldogtalanok. Na most én ezt megfordítottam a cégekre, és nem párokra, és egy kicsit fordítva van, mert úgy érzem, hogy a sikeres cégek a maguk módján sikeresek, tehát nagyon sokféleképpen lehet sikeresnek lenni, de az elkövetett hibák hasonlóak. Tehát ha én elmesélem azt, hogy én milyen rohadt sikeres voltam ezért meg ezért, azt másolni nehéz, mert más körülmények között, más piacon, más fázisban másképp kell sikeresnek lenni. Tehát abból olyan sokat tanulni nem tudnak, abból legfeljebb magamat fényezem. De abból olyan sokat tanulni nehéz. Viszont a hibák, amiket elkövettem, az valószínűleg másoknál is jelentkezik. Tehát ezek ők is el tudják követni ugyanezt a hibát. Tehát az életem hátralévő részére választott misszió, nevezük így, hogy segítsek egy új és tisztességes vállalkozói generáció nevelésében, vagy segítésében, hogy legyen újra egy erős vállalkozói generáció Magyarországon, akkor azok sokkal jobban, sokkal többet teszek, akkor a hibáimról mesélek, mert azok hasonlóak. Azt el fogják ők is követni. Úgyhogy abból tudnak tanulni, hogyha a hibákról mesélek. Hát ez a válasz a kérdésed. Itt mondtad, hogy újra legyen sikeres vezetői generáció. Igen, most úgy érzed egyébként, hogy van egy szakadék? Igen.
Nem, azért gondolom, hát először is háború előtt, tehát amikor igazi kapitalizmus volt, akkor volt. Tehát volt Weiss Manfred, volt Ganz, Ábrahám és a Richter Gedeon, tehát létezett egy nagyon-nagyon sikeres magyar kapitalizmus, ahol nagyon jó kapitalisták voltak, akiknél fantasztikus volt a szolidaritás, tehát hogy a munkásaiknak mit biztosították, és a világpiacon versenyképesek voltak. Egy Ganz Ábrahám vagy egy Richter Gedeon a világpiacon volt versenyképes. Hát ennek nagy részét kiirtották ezt munkatáborokban, koncentrációs táborokban, vagy akár a Dunába lőtték úgy, mint Richter Gedeont. Akik hát jelentős részben zsidó származásúak voltak. Hát ennek is volt oka, hogy a magyar kapitalizmusban mondjuk számarányánál miért képviseltek a zsidók sokkal nagyobb arányt, mint hát erre is megvan a magam magyarázata, meg a történészeknek megvan. Hát nagyon sokáig elnyomottak voltak. És amikor a dualizmus korában, tehát Ferenc József alatt megkapták az egyenjogúságot, akkor nagy volt a motiváció, hogy bebizonyítsuk, hogy mi. Tehát a motivációja volt erősebb, mint mondjuk az arisztokrata rétegnek a motivációja, hogy alkosson valamit. És hát ez a Napfény íze című filmből nagyon szépen látszik, hogy mi volt az, ami hajtotta az asszimilálódásra vágyó magyar zsidóságot. Hát aztán az asszimilálódásnak a Dunába lövés lett a vége, meg Auschwitz. És hát akkor nem volt tulajdonképpen egy új magyar vállalkozói generáció. És a rendszerváltásnál megindult. És a rendszerváltás után elkezdett kialakulni. És akkor voltak nagyon sikeres vállalkozások. És nem tudom, hogy ez hol csúszott el. Hát én abba szeretnék segíteni, hogy ne ilyen legyen a magyar vállalkozói társadalom, hanem valóban alkotni vágyó és versenyképes társadalom legyen. Te hogy írnád le egyébként azt a vezetőt, vagy azt a vállalkozót, aki szerinted egy ilyen mint a példánya lehet egy ilyennek. Mi jár a te fejedben? Hát először is ambíciói legyenek. Először is azt akarja, hogy valami csodát csinál, amit a világ elismer. Valódi versenyben szeretné megmérettetni magát. És mivel a valódi piac az ma világpiacot jelent, a magyar piac azért elég szűk, ezért alapvetően a világpiacra szeretne koncentrálni az igazi vállalkozó. Mert hát világpiacban élünk. És ugyanakkor tisztességes, ugyanakkor a korrupciótól távol tartja magát. Nem csak azért tartja magát, tehát nem csak tisztességből, nem csak egyszerűen, nem tudok más szót használni rá, mint hogy etikus tartás, tisztesség, hanem önző érdekből is. Mert az igazi vállalkozó szeretne valódi, igazi versenyképes terméket csinálni és szolgáltatást adni, és hogyha ez korrupcióval szerzi meg, ha ezt úgy szerzi meg, hogy visszacsorgat belőle valamit a megrendelőnek. Én időmben az volt a gyakori, hogy 10%-ot visszaadni. Nem vettünk benne részt, majd erre visszatérnék. Hanem ezt nem csak azért nem csinálja, mert nem szép, hanem azért nem csinálja, mert akkor nem lesz jó terméke. Mert egy terméknek mindig két szülője van, az igényes előállítója a terméknek, de legalább ugyanennyire fontos az igényes vevője a terméknek. És hogyha a vevő így szerzett meg, korrupcióval szerzett meg, akkor az nem a termékre lesz igényes, hanem arra a visszacsorgatott juttatásra. És hogyha a vevő nem a termékre igényes, akkor a termék nem lesz jó. Tehát az a vevő kell, aki kiveri belőled a jó terméket. Az meg nem ilyen lesz, ha korrumpálod. Tehát a tartós siker érdekében nem szabad korrumpálni. Nem azért, mert normális államtörvényei azt keményen büntetik, meg hogy nem szép, hanem azért, hogy jó terméked legyen. Tehát valahol ilyen, aki becsvágyó, és alkotni akar. És még van még néhány tulajdonság. Elsősorban jó vezetőnek kell lennie a jó vállalkozónak, mert léteznek ilyen egyszemélyes vállalkozások is, de most én ahhoz nem értek. Az is ne klassz lehet, de ahhoz nem értek. De hogyha egy komolyabb vállalkozást építesz, akkor embereid lesznek. És a jó vállalkozó az jó vezető kell, hogy legyen. És a jó vezetőre az a legjellemzőbb dolog, hogy nem arra büszke, amit maga csinál, hanem arra büszke, amit az embereiből kiszed. Semmihez se értsen nagyon, de mindenhez egy kicsit, hogy tudja, hogy ahhoz kiért igazán, és abból kihozza a teljesítményt. Nekem nagyon tetszett, de nekem bizonyos szempontból mintám Steve Jobs volt az Apple alapítója. És nekem nagyon tetszett, a halála után jelent meg egy könyv, és abban volt egy sztori egy vitájáról az alapító társával, Steve Wozniackkal.
Steve Wozniak egy nagyon egészen kivételes képességű mérnök volt. Ő alkotta az első Apple-t, a másodikat is, a harmadikat már nem, a Macintosh-t már nem, de az első két Apple-t, amivel az Apple egyáltalán komoly céggé vált, azokat ő alkotta. És valahogy őt nagyon zsenírozta, és ez nagyon gyakran van így kiváló alapítómérnökökkel, hogy ott a Jobs volt a sztár. Tehát ő ott valahol háttérben volt, és mindenki a Jobs-szal tárgyalt, és a Jobs tűnt a világnak az Apple arcának. És ez egy kicsit zavarta őt, és egyszerűen hogy miért vagy te olyan nagyra magadtól? Hát azért semmit sem te csináltál. Hát nem te tervezted a hardware-t, nem te tervezted a szoftvert, még a marketing kampányt sem te tervezted. Hát akkor mit csináltál te? Erre mondott egy nagyon jó hasonlatot. A zenekar hasonlatot, és ezt angolul mondanám, ahogy mondta, angolul szellemesebben hangzik, magyar és lefordítom természetesen. The musician plays the instrument. The conductor plays the musician. Tehát ezt valahogy úgy tudnám magyarra fordítani, hogy a zenész a hangszerének mestere, a karmester a zenész mestere. Na most ez azért nagyon jó ez a hasonlat, ez a zenekar hasonlat, mert ebben nem az van, hogy a karmester több lenne a zenésznél, mert nem több. Más a dolga. És egy olyan képet szoktam ilyenkor kivetíteni, egy nem annyira ismert karmester, egy van Josi Heifetz hegedül. Tehát egy igazi zenésztár. Az a bizonyos zenész, az lehet nagyobb sztár, mint a karmester. De a karmester hozza ki belőle azt a teljesítményt. A karmestertől lesz ő sztár. Tehát olyan a főnök, a jó főnök, a jó vezető, aki az embereiből sztárokat tud csinálni. És Steve Jobs meg tudta volna tartani Steve Wozniakot, hogyha sztár csinál belőle. Hozzátartozik, hogy neki egy olyan karmesternek kellett lenni, és ez ebből az én tanultam. Tehát én igyekeztem mindig az embereimből sztárokat is csinálni, hogy érezzék magukat valakinek. Tehát nagyon jó a hasonlat, és ilyen kell, hogy legyen a jó főnök. És még valamiben, amit nekem mondtak jó főnökként egyszer egy kollégám, egy nagyon okos kollégám, talán a legokosabb, ki egyszer mondta nagyon szellemesen, hogy Gábor, tudod, miért vagy te jó főnök? Mert nem hagyod magad a tényektől befolyásolni. Pontosabban így fogalmazott egy kicsit szellemesebb, hogy nem hagyod, hogy a tények elhomályosítsák éles látásodat. Na most ő ezt egy kis, hogy is mondjam, iróniának szánta, én pedig nem iróniának vettem, hanem én azt mondtam, hogy igazad van. A jó vezető az hisz a lehetetlenben, és attól fog a lehetetlen megvalósulni, hogy a vezető hisz benne, és azt a hitet át tudja önteni az embereibe. Én emlékszem, hogy történt, amikor nekem ilyenek történetek, amikor a szoftverrel kellett valami nagyon nehéz dolgot csinálni. És akkor azt mondta az a kitűnő szoftveres, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, ne hülyéskedj, nem tudom megcsinálni. És akkor belenéztem a szemébe, és azt mondtam, hogy meg tudod csinálni, meg fogod csinálni, mert te rohadt jó vagy, és ezt meg tudod csinálni. És akkor megcsinálta. Erről nekem eszembe jut, és ezt is szoktam használni az erről szóló óráimon, a Eldorado című filmből egy nagyon jó jelenet, egy nagyon híres jelenet. Az Eldorado című film, Eperjes Károly játssza a főszerepet fantasztikus átütő erővel. Az ostrom után játszódik 45-ben Budapesten, a város romokban, az utcákon döglött lovak, halott emberek, és a főszereplő, a figura, akit Eperjes játszik, az egy ilyen telekitéri vagány, aki kereskedik, és hát azzal sokat lehetett keresni, mert amikor nem volt kaja, nem volt semmi, akkor aki tudott szerezni, az rengeteget tudott keresni, az aranynak volt csak értéke. Úgyhogy, és rá volt, és az unokájának viselte gondját, akinek a szülei meghaltak a rostromban. És egyik nap az unokája eltűnt, kis 10 éves srác, eltűnt, kiderült, hogy kórházba került, a gyerekkórház már működött, úgyhogy azt mondta, hogy elmegy itt a kórházba. Bemegy a kórházba, innen kezdődik a jelenet, amit levetítek, ezt csak elmondom. Megkérdezi az ügyeletes orvost, hogy hol a srác. Nézi a naplót, azt mondja, rossz hírem van, meghalt. Erre azt mondta, nem halt meg, érted? Most lemegyünk a hullakamrába, és visszahozod. És lemennek az orvossal a hullakamrába, aki már lemondott a gyerekről rég, ott van a hullák között, és az orvos visszahozza. Csinál rajta egy gégemetszést, és oxigént tesz bele. A történet igaz volt. A film írója Bereményi Géza volt ez a kisrác. És ez nekem nagyon visszaadta az igazi vezető képességét, akit Eperjes játszott.
Nem az orvos csinálta a csodát, hanem Eperjes hozta ki az orvosból a csodát. Mert belenézett a szemébe, és azt mondta, hogy visszahozod, érted? És visszahozta. Na szóval ilyen legyen a főnök, és akkor csodákat lehet csinálni. Egy kicsit visszakanyarodva a legerejére, te tudtad magadról, amikor belevágtál a saját cég építésébe, hogy ilyen skillekre is szükséged lesz? Tisztában voltál vele, hogy mi vár rád? Tulajdonképpen implicit igen. Implicit az volt nekem a fő motivációm, hogy én nekem saját cégem legyen, és ott főnök legyek, hogy ne olyan legyek, mint a főnököm volt. Nekem a Geofizika Intézetben voltam egy programozó csoport vezetője, és volt egy főnököm. És ez a főnököm állandóan levágta az ambícióimat. És ennek volt egy oka. Ő látta, hogy főnök típus vagyok, én még nem. Ő már látta, hogy én nagyon nagy, hogy én valószínűleg jó főnök leszek, és ezért féltette az állását. Teljes joggal. De hát ez a magántulajdonon alapuló gazdaság lényege, hogy a magántulajdont ezt nem vesztem el azért, mert van nálam egy jobb emberem. Hát ha nálam jobb, akkor én boldogan átadom neki a vezetést, hiszen nekem fog dolgozni, mert a cég az enyém. Hogyha nincs magántulajdon, akkor semmi más nincs, csak a beosztásom, persze, hogy féltem. De hogyha tulajdonom van, akkor érdekelt vagyok abban, önzően érdekelt vagyok abban, hogy akár magamnál jobb embereket találjak. És akkor ez volt az ambícióm, hogy csinálni egy céget, ahol én csupa magamnál jobb embereket fogok keresni, és azok csodákat fognak csinálni. És igen, valahogy ösztönösen éreztem, hogy attól leszek jó vezető, hogy ezt én kihozom belőlük. Mi volt, mi maradt meg ebből az időszakból, amire azt tudod mondani, hogy egy jó tanúság volt neked, amikor ugye kis cégből építkeztetek, kevesen voltatok, ugye egyre nőttetek, szerencsés szituáció is kialakult. Mik a legnagyobb tanulságok ebből az időszakból? Hát mondjuk sok, sok bukásom is volt közben, és ott is mindig a bukásból tanultam. Mondjuk az első bukásom az maga a cég volt, mert a Graphisoft az nem az első cégem volt, a második, mert az elsővel megbuktam. Az első Cortex nevű cég volt, ami nagyon tehetséges programozó társaimmal alapítottuk, és úgy csináltuk, hogy nagyon sok ilyen startup vállalkozás alapul Amerikában is, Magyarországon is, hogy egy haveri csapat összejön, együtt csinálunk egy céget, és mindenki egyenlő. És a döntéseket megszavazzuk. Hát ez nem működött. Nem működött, az emberek különbözőek, van, akiben van vállalkozói ambíció, van, aki inkább a biztonságot keresi, és azok előbb-utóbb konfliktushoz vezet. Úgyhogy azt látom, hogy az ilyen mindannyian egyenlők vagyunk című felállások nem szoktak működni. Biztos vannak kivételek is, minden szabálynak való vannak kivételek, de hát kell egy cégben egy egyértelmű főnök, akinek a döntései végül szentírás. És ezt elmulasztottam tisztázni az első cégnél, és egy idősebb barátomtól kértem tanácsot, és ő mondta, hogy ezt elrontottad. Tehát abban semmi baj nincs, hogy a kollégáid biztonságra vágynak, és ezért mondjuk rizikósabb üzletekbe nem engednek belemenni, meg megakadályoztuk, hogy fölvegyünk egy egészen kivételes tehetséget, a véletlen egyik vevőnknél jöttünk vele össze, mert azt mondták, hogy már elegen vagyunk, nem kell még több. Hát ez természetes egy beosztottól. De hát te vállalkozótársnak próbáltad őket tekinteni, pedig hát nem azok. Ők nagyon jó beosztottak. És joggal vágynak egy kis biztonságra is. Neked nem volt pénzed, hogy tudjál nekik biztonságot adni, nem volt semmi pénzünk, tehát a Cortex az úgy indult, egy fillérünk nem volt. Próbáltunk megbízásokat szerezni, és a bejött pénzre egyelőre szétosztottuk. Abból értünk. Aztán, ha nincs megbízás, akkor nincs pénz. Hát ez persze frusztrálta őket, ők nehezebben bírták ki, mint én, mert nekem a feleségem orvosként elég jó keresett, úgyhogy ha nem volt bevétel, hát akkor is valahogy megéltünk. Hát náluk azért ez nem állt fönt, tehát azt is rosszul láttam, hogy hát őtőlük nem várhatom el ugyanazt, amit magamtól. És akkor erre mondta ez az idősebb barátom, hogy tudod mit, csináljunk új céget. Keresd meg azt a srácot, akit ők nem engedtek bevenni, azzal csinálunk egy új céget, én adok neked egy kis pénzt, amivel tudod neked nyújtani a szükséges biztonságot. És így is történt, és így alakult a Graphisoft. És egyébként hát, ez az első céged, a Cortex, ez mikor jöttél rá, hogy ez így nem működik? Mennyi idő telt el? Hát az elején működött, tehát amíg nem volt pénzünk, addig működött, mert a fiúk is onnan remélték, hogy egyáltalán meg tudunk élni. De hát amikor elkezdte, és az megmondom, olyan pár hónap után, tehát talán fél éve működtünk már, amikor kezdtek kiütközni az ellentétek. Az első ellentét ezen volt, hogy a későbbi Graphisoftos alapító társamat, a Tari István Gábort nem engedték fölvenni, mert hogy vagyunk már elegen. Aztán az igazi szakítás abból történt, hogy a Paksi Atomerőműhöz kaptunk volna egy megbízást, és azt ők nem akarták elvállalni. Nagyon kockázatos volt. Teljesen világos volt, hogy
hogy azt a megbízást mi nem tudjuk egykönnyen megkapni, mert akkor volt a Magyarország, az Magyarországnak akkor is a legnagyobb beruházása volt, és hogy annak a tervezéséhez egy pár fős PJT-t, akkor még nem is GMK voltunk, csak PJT, polgárjogi társaság, hát azt bízzák meg, az reménytelennek látszott, de ott volt egy ember, aki megpróbálta minket oda becsempészni, és megkaptuk a terveket, a papíron lévő terveket, hogy abból csináljuk meg azt a háromdimenziós modellt, amire szükségük volt, és akkor azt kellett csinálni, hogy azt a modellt megcsinálni szerződés nélkül. Mert hogyha megvan a modell és kész, akkor hátha kifizetik. Az, hogy adunk egy ajánlatot, és ezt elfogadják, arra semmi sansz nem volt. Na ebben nem mentek bele a kollégáim. És akkor szétváltunk, mert én meg nem akartam elengedni a paksi lehetőséget. Tehát egy akkora lehetőség volt, hogyha Magyarország legnagyobb beruházása az, mi adjuk a tervező szoftvernek legalábbis egy részét, hát akkor kész, akkor a jövőnk biztosítva van. Na most, hát megkaptuk, megcsináltuk, és hát ez is történt, hogy amikor odaadtuk a rajzokat, akkor lenyűgöződtek, akkor miniszter volt a Kapolyi László, neve még ma is ismert, ő volt akkor a gazdasági miniszter, energetikával foglalkozott főleg, úgyhogy hozzátartozott a paksi erőmű, és akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor még kér egy csomó rajzot, ilyen háromdimenziós modellt, és akkor óvatosan megjegyeztem, igen, de hát lassan elfogyott minden pénzünk a gépidőre, és hát elfogyott minden pénzünk, úgyhogy pénz nélkül nem tudunk tovább dolgozni. És azt mondta, hogy mi ezt nem pénzért csináltátok? Hát mondom, nem, ezt azért csináltunk, hogy kapjunk egy szerződést. Tehát nincs szerződésetek? Nincs. Azt mondta, jó, hát akkor kiadta az emberének, hogy írják meg a szerződést nekünk, és azt mondta, hogy hát ez nem lesztek kifizetve, akkor lehet, hogy a következő rajzotokon minisztert kell rajzolnotok Rács mögött, de ezt mi ki fogjuk nektek fizetni. És kifizették, de látva, hogy az állam hogy működik, azért én úgy gondoltam, hogy nagyon örülök, ezzel elindultunk, de több állami beruházást nem szeretnék, mert ez nem az igazi piac. Tehát az, hogy azt két okból kaptuk meg. Az egyik, hogy Magyarországon nem volt konkurencia. Tehát ezt más nem tudta megcsinálni. És én úgy gondoltam, hogy ha én vállalkozó vagyok, akkor én szeretnék konkurenciát. Tehát szeretnék olyan valódi piacon megméretni magamat, ahol más is van. Mert igazi vállalkozó olyan, mint egy sportember. Hogy kell neki a konkurencia. Hát egy sportember, aki versenyezni szeret, az, ha nincs versenytárs, akkor szarul érzi magát. De azok, amikor szoktak hozzám jönni fiatal vállalkozó jelöltek, hogy bíráljam el az ötletüket, hogy milyen, akkor mindig nem tudom elbírálni másnak az ötletét, de mindig meg szoktam kérdezni, hogy ki a konkurensed. És akkor erre 10-ből 8 az olyan senki, ennek nincs. Olyan annyira új az ötlet, hogy ezt senki nem csinálja. Mondom, akkor felejtsd el két okból. Az egyik, hogyha senki nem csinál, akkor valószínűleg nem is kell. Mert az, hogy valamire szükség van, annak az a bizonyíték, hogy már más is csinálja. Csak te jobban tudod csinálni. Akkor érdemes vele foglalkozni. És ha te örülsz neki, hogy nincs konkurenciád, akkor te nem vagy vállalkozó. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a vállalkozó örül a konkurenciának, én ilyen voltam és örültem. De hát Magyarországon nem volt konkurencia, ráadásul az állam ugyanolyan volt, mint most. Elvártak némi visszacsorgatást abból a megbízási pénzből, és azt mondtam, hogy nekem ez kell. Úgyhogy ezért mentünk külföldre. Ez a 500 000 forint volt összesen, amit kaptunk azokért a rajzokért. Ez volt az összes, amit... Bocsánat, akkor így belegondoltál ebbe. Belegondoltatok ebbe, hogy akkor irány külföld. Akkor ott a semmiből ugye nem nagyon volt még az embernek tapasztalata, nektek sem gondolom, hogy volt tapasztalatok hát itt a külföldi vonalon. Ott még beütköztetek bele, mi volt hát az első? Hát, abba, hogy nem értettünk még a marketinghez. Hát mondom az első sztorinkat. Ugye hát először ezt a csőtervező programot akartuk eladni, mert hát azt csináltuk meg Pakshoz. Ott a Paksnak csak a rajzokat kellett adni, neki a program nem kellett. Nekik a rajzokat kellett odaadni, odaadtuk a rajzokat, visz, lát, a következőt már nem csináljuk. Csinálja, aki akarja, mi nem. Na és akkor hát megpróbáltuk eladni, és elég jóba voltunk a Hewlett Packardnak a magyarországi képviselőjével, aki Bécsbe ült, mert a magyar piac akkor még ugye a kokon miatt nem nagyon létezett a Hewlett Packard számára sem. De hát azért ezeket a kisebb kalkulátorokat azért el tudta adni Magyarországon. Mi egy ilyen kisebb kalkulátoron csináltuk ezt a szoftvert, egy 64 kilobájt memóriával bíró asztali kalkulátoron. És lenyűgöződött tőle a pasi, és ő azt mondtam neki, nem tud-e segíteni ezt eladni külföldön, azt mondta, dehogy nem, hát nekik Ausztriában van egy nagy vevőjük, az ÖMV,
elég nagy vevő, ismerjük, és annak rengeteg csöve van, úgyhogy ez biztos szükség van ilyen csőtervező rendszerre. Adtunk már nekik el ilyet nagyobb gépeken, de biztos jól jön nekik kis gépek. Vagy legyen útlevél is, arra 3 órára, egy 3 órára szóló útlevelet kértem, tehát hogy annál kicsit több, mondjuk 5 órára. Tehát, hogy kilépek Hegyeshalomnál, ahol megtankoltam, megtartjuk a bemutatót Bécsben, utána vissza Hegyeshalom. Tehát körülbelül ennyire kellett az útlevél, megkaptam. De hát nagy csalódás volt, mert a ÖMV-s pofa, akinek bemutattuk, az azt mondta, hogy nagyon szép játék, gratulálok, de mi azért komoly dolgokat szeretünk venni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy visszapattanás volt, és akkor utána elemeztük, hogy mi lehetett az oka. Hát lassan megértettük. Megértettem, hogy egy vásárló hogyan viselkedik. Az a vásárló, akinek sok pénze van, és az ÖMV-nek sok pénze van, az drága dolgot vesz. Az nem szeret olcsót venni, mert elkölti a pénzét. Mi is olyanok vagyunk, én ezt később, ezt mindig elmondom ezzel kapcsolatban azt a sztorit, hogy amikor később már jól ment a cég, és megengedhettem magamnak, hogy olyan autót vegyek, amilyet akarok, akkor én vettem, akkor nekem a shortlistem volt a Jaguar, a Mercedes, meg a Lexus, megvettem belőle a Jaguart, veszünk egy második kocsit is a családba, egy kicsit nem kell még egy ilyen nagy kocsi, a feleségemnek megválasztottunk a Volkswagen, Polo, meg mit tudom én, mi között, mi vettünk egy Puntót, tehát ez jól föl volt szerelve minden az a Punto, a Jaguarom az kb. 5-szer annyiba került, a jobb kocsi a Punto volt. Mert ugye abból indultunk ki, hogy én egy luxus kocsit veszek. Hát én nem merült föl, hogy Puntót vegyek, mert nekem megvolt a sok pénzem a nagy kocsira. Pedig a Punto volt a jobb választás. Tehát valami hasonlóképpen volt és nem akartam most ellenreklámot csinálni a Jaguarnak, mert a mostani Jaguar már egész jó. Akkor még gyenge volt, hogy így mondjam, sok baja volt. Azt mondták, hogy a Jaguarból 2 kell venni, mert az egyik mindig a szervizben van. De szóval mondom, ezt kinőtte magát már, úgyhogy nem bántam őket. De most visszatérve ez a történethez, tehát hogyha te abban vagy jó, hogy sokkal olcsóbban tudsz csinálni valamit, mint a konkurenciád, akkor ne annak próbáld eladni, akinek megvan a pénze a drágára, hanem annak, akinek nincs meg a pénze a drágára. Ez volt a tanulság, amit a ÖMV látogatáson tanultunk, hogy nekik megvan a pénzük, a drága nagygépen futó rendszerre azt fogják venni. Biztos többet tud tényleg, csak neki nincs szüksége arra, hogy ez ilyen olcsó gépen fusson. Meg kell keresned azt a vevőt, akinek erre van szüksége. Tehát ez volt a lecke, amit itt megtanultunk, hogy elemezni kell, mi miben vagyunk mások, mint a konkurencia, miben vagyunk jobbak, és az, amiben mi jobban vagyunk, az kinek fontos. Mi abban vagyunk jobbak, hogy kisgépen, olcsógépen tudjuk ugyanazt, amit mások nagygépen csinálnak, akkor nekünk ezt annak kell eladni, akinek nagygépre nincs pénze. És így jutottunk el az építészekhez. Az építészek azok kis irodákban dolgoznak, és nekik egy nagygépre nem volt pénzük. Viszont a kis Macintoson, amint csináltuk, azon boldogan megvették. Úgyhogy így lettünk. Mindig a kudarcból lesz az ember sikeres. Minden kudarcból lehet tanulni, és abból jön a siker. Itt a külföldi piacra lépés kapcsán, ugye akkor úgymond meg kellett ismerni a vevőket. Emlékszem, mikor beszélgettünk róla, és említetted, hogy mikor Amerikába is elindultatok, ott egy kicsit más problémakörről beszéltünk, egészen más a kulturális körülmény, az emberek, akik ott dolgoznak a saját cégekben, és ott mesélted, hogy például volt egy olyan vezetőválasztás, ami nem feltétlenül volt egy jó választás. Ezt elmeséled nekünk? Hát igen, bár ebből nehezebb tanulni. Hát mi Amerikában az első amerikai vezető, hát először mi vezettük a céget, és aztán amikor már valamennyire megalapozódott, valamennyire megismertük a piacot, nem mertünk rögtön fölvenni egy amerikai vezetőt, mert az orrunknál fog vezetni. Úgyhogy előbb meg akartuk tényleg mi is érte, hogy el lehet adni terméket ott egyáltalán, hogyan, kinek, mennyiért, stb. És akkor valamennyire belerázottunk, akkor azt mondtuk, jó, most már kéne egy profi amerikai vezető. És fölvettünk egy hölgyet, akinek business school, Harvard Business School diplomája volt, és marha büszkék voltunk rá, hogy egy Harvard Business School-os emberünk van. Hát nem vált be, és akkor nem értettük, hogy még nem utólag értettem meg, amikor már befektetőt kerestünk a cégben, akkor egy befektető jelöltnek megmutattam, én akkor még nagyon büszke voltam rá, hogy nekünk ilyen Harvard Business School-os helyi vezetőnk van, és hát elküldtem őket egy ebédre, és akkor kíváncsi voltam, hogy vannak az alapítója tulajdonos.
visszajött az ebédből, akkor kérdeztem, na, mi a véleménye? Azt mondta, nagyon jó, de neked ő nem elég. Mondom, miért nem? Azt mondja, hát mennyit keres nálad ez a hölgy? Meg akartam mondani. Azt mondja, nem mondd meg, engedd meg, hogy megbecsüljem. És megmondtam pontosan a számot, hogy mennyi az éves jövedelme. Mondom, honnan tudtad? Hát ez a szakmám, hogy ki mennyit ér. Ez a hölgy ennyit ér. Hát neked egy olyan kell, aki dupla ennyi. Mondom, miért? Hát mert ide neked, ez egy nagyon nagy piac, ide egy olyan típusú vezető kell, aki az első számú vezető típus. Ő tipikus második számú vezető, aki nagyon fontos, de az első számú vezető az egy más típusú ember, mint a második számú. A második szám az ott van mellette, az az első számú vezetőt kiszolgálja, az söpröget körülötte, előkészíti a döntéseket. Ha az első számú vezető valami hülyeséget akar csinálni, akkor igyekszik visszatartani. Ez egy sokkal gyakorlatilasabb típusú ember. Nem az, aki nem olyan, mint az Eperje, mint amit az Eperjes Károly játszott az előbb elmesélt történetbe. Vagy nem olyan, mint a Steve Jobs. Tehát nem olyan, aki a végtelen lehetőségekben hisz és megy előre, mint a mozdony. Őt, hogy a kollégámnak a hasonlatával éljek, őnek az éles látását nem homályosítják el a tények. Ő a tényekre figyel, de ezért nem jó első számú vezetőnek. És akkor ezt elmondta, megértettem, és lett egy jó első számú vezetőnk. Ez nagyon nehéz egyébként piacunkként. Még arra mondtam, hogy én vagyok az első számú vezető. Oda nem kell. Na, de nem igaz, az annyira önálló volt az amerikai piac, hát én nem vagyok ott, oda egy helyi első számú vezető kell. És ezt felismerni, hogy helyi emberek kellenek a helyi piacra, ez úgy rögtön jött, vagy ebbe azért volt segítségetek? Mert ez is az ember azt mondja... Én kezdettől úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy ezt a céget elfogadják amerikai piacon, ez amerikainak kell látszani. Tehát az európai cégekben ők nem bíztak. Tehát ez egy olyan ipar, lehet, hogy másutt nem. Japánban például teljesen jó volt a magyar vezető, nagyon sokáig csinálta, és nagyon sikeresen, mert a japánok valahogy szeretik az európaiakat, és tisztelik. Amerikaiak nem. Főleg az IT-ben. IT-ben úgy gondolják, hogy aki jó, annak amerikainak kell lenni. Az előítéletek sokat számítanak. Tehát nekünk kellett egy amerikai arc, ezért by the way egyébként be is voltam perelve. Mert a cégben volt egy nagyon jó marketinges, aki magyar volt, és az amerikai cégben egy nem mindenki küldött, egy ott lévő, egy korábbi kivándorolt, vagy diszidált, akkor még úgy hívták. És egy nagyon jó marketinges volt, de hát nekem az volt a meggyőződésem, hogy oda egy főnöknek egy amerikai kell. És akkor jött egyszer hozzám a srác, hogy hát miért nem őt nevezem ki főnöknek. És akkor nem azt mondtam neki, amit kellett volna, hogy hát ne haragudj, te nem főnök vagy, te egy jó marketinges vagy, de ez nem azonos a főnökkel. Nem akartam megbántani, ezért ez egy marketinges érvelé próbáltam meggyőzni, hogy nem bántom meg. Azt mondtam, hogy hát tudod, hogy nekünk itt milyen nehéz azt elfogadtatni magunkat, hogy ez egy magyar cég, és mégis jó. Úgyhogy legalább a cég arca, az első számú vezeték, az legyen már inkább amerikai. Gondoltam, hogy ez úgy meggyőzi a felét. Beperelt nemzetiségi megkülönböztetés miatt. És meg is nyerte a pert, hát nem kerültünk bíróság elé, hatalmas pénzt kellett fizetnem érzéként, hogy megúsztam a pert. Akkor igazából ez is egy olyan dolog, ami a fókusz. Tehát, hogy vezetőként ugye nagyon sok mindenre kellett figyelned. Egy ilyen per például, ugye gondolom azért a fókuszt elviszi meg az ember, akkor arra koncentrál, vagy arra is koncentrál. Igen. Egyébként volt ezzel kapcsolatban érdekes sztori, amikor Bush elnök Magyarországon járt, a fiatalabbik Bush elnök, tehát ez nem olyan rég volt, a Gyurcsány kormány idején volt, és akkor egy ilyen vállalkozói találkozót szerveztek neki a parlamentbe, és ott engem is meghívtak, és akkor a miniszterelnököt bemutatott, nem voltunk sokan, 20-30-an lehettünk, és sorban mindenkit bemutatott Bush elnöknek, és akkor engem úgy mutatott be, hogy ez egy olyan cég, aki szoftvercég, aminek Amerikában is van leányvállalata, és ott is nagyon erős. És a következőt mondta Bush elnök, are you in America? You will be sued. Szóval beleszer perelve. Mondom, mi? Ezt honnan tudja? Mi mindenkit beperlünk. Ezért litigation country így fogalmazott. Ott minden, nem mi, nem ott mondtam mi. Amerikaiak szeretnek pereskedni. Pontosabban az amerikai ügyvédek imádnak pereskedni, abból élnek, és ha valakit valamiért be lehet, akkor beperlik. Mert fölhívta, hát ezt is megtanultuk, azóta nagyon vigyázok. Egyébként még a nézőseregekhez mondanám, hogy a Q&A-ben nyugodtan tegyétek fel időközben a kérdéseiteket itt a vége felé a beszélgetésnek, majd próbálunk párra válaszolni is. Gábor, ugye elindultatok itt a nemzetközi terjeszkedés útján.
beszéltünk arról, hogy itt ugye kimentetek nagyon sok felé, piacokat megismerni, feltérképezni. Melyek voltak azok a területek, ahol volt mit tanulni ezeken kívül? Ugye nyilván mondtad Ausztriát, Amerikát. Mi volt, ami úgy könnyen ment? Mi volt, ami úgy döcögött? Megmondom, mi ment könnyebben, mint gondoltuk. Japán. Az például könnyebben ment, mint gondoltuk. Mert a japánok szeretik a magyarokat. És egyébként van köztünk rokonság is tényleg, szóval ez igaz, hogy van egy ilyen nyelvi rokonság is a japánokkal. Jól megértettük egymást, és nagyon sikeresek voltunk. Tehát mindenütt találkoztunk helyi kihívásokkal, csak például Japánban azért tudtunk sokkal sikeresebbek lenni, mint az európai vagy amerikai konkurenseink, mert bennünk nagyobb volt az alázat. És mi a szoftverbe beletettük a japán specifikus dolgokat, hogy olyan tulajdonságokat tudjon a szoftver, ami Japánban nagyon fontos. Ezt az amerikaiak nem csinálják meg nekik. Az, ami jó Amerikában, az legyen nektek is jó. És az európaiak se nagyon. Úgyhogy mi ezért lettünk tulajdonképpen Japánban sikeresek, mert ki tudtuk szolgálni a helyi igényeket. Ez szerintem egy magyar tulajdonság, hogy különböző kulturális környezetekhez mi tudunk idomulni. Szóval mi Európának egy olyan pontján fekszünk, ami a négy nagy európai kultúrkör találkozó pontja. A nyugatról, északnyugatról a germán, a német, délnyugatról a latin, keletről a szláv, délkeletről a bizánci stílus, a balkáni. Ezek nagyon különbözőek. Kulturális szempontból nagyon különbözőek. És ezeket mi mind túléltük. És úgy éltük túl őket, hogy sikerült valahogy megérteni és idomulni hozzájuk. Az amerikaiak is nagyon büszkék arra, hogy ők mindenféle kultúrát magukba tudnak olvasztani. Azt szokták mondani, hogy America is a melting pot of different cultures, tehát hogy egy olvasztó dégeje a nagyon sok kultúrának. Magyarország a surviving spot of different cultures, tehát egy túlélő pontja a különböző kultúráknak. Mi egy túlélő típusú nemzet vagyunk. És a piacon bizony túlélni is kell tudni, mert nem lehet mindig győzni. És ott az győz, aki a bajokban is bajok a nehézségeket túl tudja élni, és a vereségekből föl tud állni. Azért szeretem a box hasonlatot, hogy nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Az nyeri a box meccset, aki kibírja, hogyha nagyon nagy pofonokat kap. Nem csak nagyokat tud adni, de ki kell bírni, amit kap. És a piacon is ilyennek kell lenni. Itt a növekedés során ugye a cég kultúrát is, és a saját kis vezetői csapatodat is építeni kellett, amellett, hogy nyilván mentetek mindenfelé. Hogy építetted fel a saját menedzsmentedet? Ebben volt-e egyébként olyan rész, amikor nem feltétlenül úgy gondoltad az elején, hogy ez lesz a jó struktúra, aztán mégis az lett, vagy mást építettél? Tehát hogy ez hogy működött? Ez egy nagy kíván. Tehát ahogy nő a cég, eleinte mondjuk olyan 50 fő alatt azért a főnök még mindent átlát. Tehát az alapító főnök még ezt az 50 ember tudja, hogy ki mit csinál. Akkor is már kinevez középvezetőket, de a középvezetők tulajdonképpen csak segítik őt, a végső döntés mindig a főnök hozza meg. Na de eljön az a méret, és ez olyan 100 körül következik be, 50 fölött, 60-70-100-nál, amikor már a főnök nem tudja átlátni mindenkinek a munkáját. Egyszerűen akkor már nem lát. És akkor át kell adni döntési hatásköröket a középvezetőnek. Ami nehéz, mert a főnök megszokta, hogy azt át tudta adni korábban is, hogy a programozók hogy programozzanak. Tehát mikromenedzselést nem csináltam. Elég hamar tudtam, hogy a programozók azok, nem fogom neki megmondani, hogy struktúrálja a programot, mert ahhoz ő jobban ért. De hogy melyik programozót veszem föl, és melyiket rúgom ki, azt azért én döntöttem el. És akkor eljött az a méret, a programozók vezetésére ki kellett nevezni egy középvezetőt, és mostantól ő fogja eldönteni, kit vesz föl, és kit rúg ki, és mennyi pénzt ad neki. Hát ez nehéz. Ez nagyon nehéz. Tehát azokat a döntési jogokat, ami korábban a főnöké voltak, azokat átengedni középszintre, az egy nagyon-nagyon nehéz kihívás tényleg. És nagyon sok vállalkozás ebben elbukik. Elmondanék egy példát, ezt ezzel szoktam illusztrálni. Volt egy, a szoftverünk csomagolására kitaláltunk, egyik kollégám kitalált, volt egy zseniális ötlete, hogy nem azt csináljuk a csomagon, tehát a dobozon, nem azt csináljuk, amit az összes többi cég csinál, hogy föltesz szép képeket, ami a szoftverrel készült, mert ezzel nem tudjuk magunkat megkülönböztetni. Hanem talált egy amerikai festőnőt, akinek a festményeivel díszítettük a dobozt,
És ezek a festmények, ezek építészeti tárgyú festmények voltak. Nem konkrét épületek, hanem ilyen absztrakt, úgy jól látni rajta ajtók, ablakok, színek, mindenfélék úgy összemosódnak benne, hogy ez egy építészeti tárgyú, de egy absztrakt festmény, egy nagyon szép festmény. Hát ezzel kitűntünk, ez egy kitűnő választás döntés volt, ezt imádták az építészek. Különben se szerették a konkrét épületeket, mert esetleg a konkurenciái terveztés az neki nem tetszett. Tehát ugye nem konkrét, hanem absztrakt épületek voltak, ez bejött. Nagyon jó ötlet volt. A festőnőnek volt egy 12 darabból álló sorozata, amik egymáshoz hasonlóak voltak, de jól megkülönböztethetők, főleg a domináló színben voltak, tértek el egymástól, de jellegében hasonlóak voltak. Úgyhogy megvettük az egész sorozatnak a jogát erre a célra. A következő verziót, az első piros volt domináló színnel, a másik a kék. Az is tökéletes volt, mindenki örült. Kék az még újabb, azt is vettük. És a következő verziót én természetesnek gondoltunk, hogy az lesz majd a következő szín, de akkor a marketing főnök, aki már kinevezett marketing főnök, ott azt mondta, hogy Gábor, ez nem lesz jó, itt most váltanunk kell, mert a nagykönyvben azt írják le, hogy amikor megjelenik egy új verziója a terméknek, akkor a régit avultatni kell. Tehát azonnal kell látszani, hogy ez az újabb, az régi. Na most, amíg volt a piros, aztán jött a kék, akkor még emlékeztek, hogy a kék az újabb. De most kijövünk a zölddel, a kutya nem fogja emlékezni most a három közül, melyik a legutolsó. Tehát nem tesz eleget a tankönyvi szabálynak. Kutya, valami más kell csinálni. Na most én pontosan tudtam, hogy a srácnak nincs igaza. Ma is tudom, hogy nem volt igaza. Ez egy igaz tankönyvi szabály, de ez egy olyan teli találat volt ez a festménysorozat, hogy itt el kellett volna térnünk a tankönyvi szabálytól. A következő csomagolás messze nem volt annyira sikeres, mint ez. De mégis jól döntöttem, hogy hagytam őt dönteni, mert ha én döntöm el helyette, hogy mibe csomagoljuk a szoftvert, akkor nem ő a marketing főnök. Mert ez a szoftver csomagolásának a kiválasztása az egy marketing döntés, és ha van egy marketing főnököm, akkor hagyni kell őt dönteni másképp, mint én döntenék. És ez a nagy kihívás nagyon sok alapító számára. Hogy eljön az a cégméret, ahol szükségszerűen döntési jogosítványokat kell átadni a középvezetőknek, és bizony másképp fognak dönteni, mint te döntenél. Lehető rosszabbul, de az még nagyobb, a kicsit rosszabb döntés sokkal kisebb baj, mint hogy nincs önálló döntési jogosítvány a középvezetőknek. Hát ezt is megtanultam. És egyébként nekik azt, mert ugye benned van egy olyan tulajdonosi szemlélet is, ami vezérelte a munkádat. Nem féltél attól, mikor átadott, hogy ez a tulajdonosi szemlélet, ez náluk nincs meg? Vagy ez de megvolt, a felső vezetésben megvolt. A jövedelemnek nagyon nagy része volt részvényopciók, úgyhogy valamennyire tulajdonosnak érezte magát mindenki. Úgyhogy ezzel nem volt gond. Egyébként, igen, pont látom is, hogy milyen szoftverben vagy szoftver alapú szolgáltatásban látsz jövőt? Fogalmam sincs. Elnézést, én 1982-ben, amikor a céget csináltam, akkor is sok trial and error-lal éreztem meg, hogy nekünk építésztervező programot kell csinálni. Nem azért, mert elemeztem a piacot. Először egy csomó hibát kell elkövetni, és a hibákból tanulva aztán megtanulom. Hát most nem én követem le a hibákat, most csak azt tudom mondani, hogy próbálkozzatok, aztán ha látjátok, hogy nem sikerült, akkor elemezétek, hogy miért nem. És főleg azt kell mindig elemezni, hogy te miben vagy jó. Ne azt nézd, hogy hol a jó piac, azt nézd, hogy te miben vagy jó, és te hol tudsz győzni, és arra fókuszálj. És akkor ehhez kicsit kapcsolódik is egy másik kérdés, hogy szerinted most hol kell tanulnia egy leendő vállalkozónak, cégvezetőnek, hogy a kihívásokat felvegye? Hát nálad, meghívsz ilyen kitűnő előadókat, mint én vagyok, és akkor jól tudnak tanulni. Hozzátenném, hogy azért a gyakorlatban lehet a legtöbbet tanulni. Tehát, ha megnézzük a mondjuk a 200 legsikeresebb szoftver vagy informatikai cégnek, a Villa Silicium World-ről beszélek, megnézzük, hogy azoknak az alapítói közül, az alapítókat, akik nulláról indították a céget, azok közül hánynak volt üzleti diplomája? Nulla. De ha megnézzük ugyanezt a 200 céget, aki ma már a legnagyobb is kivezeti most, annak majdnem mindnek van. Tehát az üzleti ismeretek tanulása az nem a kezdőfázisban jó, az amikor már nagyjá válik a cég. Miért? Mert amit mondtam az elején, Anna Karenina idézett megfordítása, hogy a cég, minden cég másképp sikeres. Tehát a sikerrecepteket nem lehet megtanulni, a sikerrecept meg kell érezni, és a piacon kell boldogulni, és a piacon kell tanulni. A hibákat érdemes megtanulni, mert az hasonló.
Gábor, ez olyan könnyű, így ahogy elmondod ezt az egészet, hogy ugye mindenki arra törekszik, hogy jól csinálja, amit csinál, ugye próbáljuk elkerülni a zsákutcákat, a rossz döntéseket, ugye ez, valahogy mindig így vagyunk beállítva, hogy ezeket el kell kerülni, és a jót akarjuk, mert sikeresek akarunk lenni. De nyilván tanulni meg úgy lehet, hogy ahogy mondod is, hogy ezeket át kell érni, meg kell tapasztalni. Hát néhány ilyen előadás meghallgatod a kezdő cégvel, tehát a startuppereknek, azt mondom talán, hogy néhány ilyen előadást hallgassanak meg, mint az enyém. Iskolában nem javaslom, hogy azzal töltsék az időt. Te egyébként hogy fogadtad magadban azokat a dolgokat, hogy amikor hibáztál mondjuk, vagy felismerted, hogy ez nem a jó út, hanem egy másik út. Hát marha hogy... büszke voltam magamra, hogy felismertem. Aha. A hibát nem szégyelni nem kell. Nem etted magad? Tessék? Nem etted magad, hogy... Nem. Hú, ezt elszúrtam. Elkúrtam, elnézést, hogy itt... és akkor azt mondta, és akkor nagyon büszke voltam rá. Rájöttem, hogy hol rontottam el, és arra is rájövök, hogy hogy kell kijavítani. Nagyon nehéz ezt a mindsetet egyébként úgy átvenni, hogy az ember próbáljon tényleg mindig a sikerességre törekedni, de és ne kerülje el a hibázási opciókat, de abszolút értem, amit mondasz. Ugye, sok hibát fogunk elkövetni. Az a feladat, hogy tanuljunk belőle. Nőttetek folyamatosan, ugye nemzetközi szinten is tőzsdére. Inkább mindig szerettem azt, hogy külföldre léptél. Mi külföldön indultunk, nem külföldre léptünk, külföldön indultunk, és ott nőttünk. Nem nemzetközi szinten is, csak nemzetközi szinten. Igen, igen. Tehát, hogy a tőzsdére menetel kapcsán ott is volt pár olyan pont, ami meghatározó volt. Erről mesélnél egy picit, hogy ott... Hát nekem a befektető tulajdonképpen nem volt venture capital a cégben, ez az idősebb barátom, akiről meséltem, az adott 5000 dollárt, azzal indultunk. Tehát ez úgynevezett angel capital volt, több nem kellett, de nem volt. Tehát abban az időben, az első 8 évünkben azt se tudtuk, hogy van olyan, hogy venture capital, tehát ő kockázati tőke befektet, és nyilván nem volt Magyarországon még ilyen akkor. És úgyhogy meg kellett azt tanulnunk, hogy hogy élünk elvenni. Ezt a kultúrát tanultuk meg, úgyhogy nem is tanultuk meg azt, hogy kell több pénzből jobban nőni. Úgyhogy nekünk a tőke igazán nem kellett. És ez nem erény, hanem hátrány, mert az is egy skill, és azt se át tudni, hogy több pénzből hogy lehet gyorsabban nőni. Ezt már nem tanultuk meg, mégis azért kerestünk a 90-es évek elején, és 95-re találtunk kockázati befektetőt, hogy a társaimat, akinek tulajdonrészt adtam a cégből, azokat ezzel motiválni tudjam, hogy az a tulajdonrész, amit kaptak, az való, az igazi pénz. Azért lehet pénzt kapni, amiből házat vagy lakást tud magának venni. Tehát a cég értékét megértsék. Tehát én kezdettől tulajdonos társakat kerestem, akik kaptak üzletrészt a cégből. Hát, hogy tudják, mennyit ér az üzletrész, azért volt az első tőzsdeibe, tehát ezért befektető, kockázati tőke befektető. Aki azért is kellett, hogy utána be tudjuk vezetni a céget a tőzsdére. Na most tőzsdére miért akartuk bevezetni a céget? Az ilyen cégek, mint a mi, a Szilícium völgyben mind arra vágynak, hogy tőzsdére jutni. Az egy olyan terv, és azt láttuk ők. És kérdeztem, miért jó tőzsdére jutni? Kérdeztem tőlük. Hát meg kapsz egy csomó pénzt, azért jó. És azért értékelődik a céged, és abból egy részt eladhatsz, úgyhogy a kontrollt még megtartod, és meg tudsz gazdagodni. Jó jövedelemből lehet jól élni, meggazdagodni, akkor lehet, hogy az alapítók akkor tudnak meggazdagodni, hogyha a céget értékelik a tőzsdén. Úgyhogy egyszerűen én ezt beszoktam vallani, azért akartam tőzsdére menni, és ezt a Szilíciumvölgybe tanultuk meg, mert vágytam, hogy nyugdíjas koromra legyen egy szép házam a francia tengerparton. Hát lett. Sikerült a tőzsdei bevezetés, és lett. Tehát ez nem semmi szégyelnivaló nincs, hogyha megteremtettél egy értéket, akkor ezt likviddé akarod tenni, hogy abból azt élvezni is tud. Úgyhogy ezért volt a tőzsdei bevezetés, nagyon sikeres történet volt. De ha azt kérdeznék ma így utólag, hogy jól tettem-e, hogy 1998-ban a céget bevezettem a tőzsdére, azt mondom, hogy nem tettem jól. Hiba volt, a cég nem volt még ráérett. Nem is a cég nem volt még ráérett, a piaca nem volt még ráérett. A mi piacunk az építészek tervező, kis építész tervező irodák piaca volt, és ez nem volt egy akkora piac, hogy indokolja a tőzsdei létet. Mert a tőzsdén nagyon nagy növekedést várnak el.
Mi akkor voltunk, 20 millió dollár forgalomnál tartottunk, és a tőzsdén azt várták, hogy pár év múlva, legfeljebb 5 év múlva ebből a 20-ból 200 millió legyen. Na most abban a piacban nem volt 200 millió dollár, pláne nem 5 éven belül. Most tart a Graphisoft, most mennyivel később? 25 évvel később, vagy 23 évvel később. Most tart a Graphisoft 120-130 millió dollárnál. Tehát ez nem indokolta a tőzsdét a piacunk. És amiatt, hogy mert tudtuk, hogy ennél gyorsabban kéne nőnünk, nekiálltunk más piacokra menni. A tőzsdei nyomás alatt mentünk más piacokra. Hát az baj volt. Azokon már nem voltunk jók. Mi az építészeknek jók voltunk, azt tanultuk meg, az új piaci kísérleteink legalább 5-öt csináltunk. Elvesztettünk rajta egy csomó pénzt, és nem sikerült. Tehát nem jól elemeztük, hogy azon a piacnak mi fontos, és mi abban elég, és abban, van-e nekünk abban kompetitív előnyünk, versenyelőnyünk, abban, ami nekik fontos. Az építészeket véletlenül jól eltaláltuk. Hát ezt sem mondom, hogy véletlenül, de az építészeknél eltaláltuk, hogy nekik az kell, hogy kis gépen legyen, és abban mi jobbak vagyunk, mint mások. A többi piacnál hasonló dolgok nem jöttek be. Úgyhogy elszúrtunk rengeteg pénzt, és elkezdett ez a tőzsdei árfolyamunkra negatívan hatni, ami elkezdte visszavetni a növekedésünket még az építészpiacon is. Mert a konkurenseink azt tudták mondani, hogy nézze meg a tőzsdei árfolyamát ennek a cégnek, hogy néz ki, hát ez hónap csődbe megy, nehogy megvegye a termékét. És ez hatott. Tehát elvesztettünk vevőket, amiatt, hogy a tőzsdei árfolyamunk nem nézett ki jól. Úgyhogy ki kellett vezetni a céget a tőzsdéről, azt meg csak úgy lehetett, hogy eladjuk. Úgyhogy ezért kellett eladni a Nemecseknek a céget. És jó sikerült, mert a Nemecsek cégcsoporton belül a cégünk ma már a legnagyobb cég. És a Nemecsek cégcsoport értéke ma már 10 milliárd euró. És abban kulcs szerepe van a Graphisoftnak. És abban a Graphisoft utánam kinevezett vezetője, kettővel után kinevezett vezetője, most már az egész cégcsoportot vezeti. Mert mi hoztuk a legjobb vezetőt. És erre nagyon büszke vagyok. Nekem miért kellett visszalépni? Mert már nem én voltam jó. Mert azok, akik jók elindítani egy céget, azok általában nem jók egy nagy cég menedzsmentjére. Már skillek kellenek már. Tanult skillek, iskolában tanult skillek, és rengeteg türelem. És egy tipikus vállalkozóban nincs türelem, azok türelmetlenek, mint ahogy én is az voltam. Nagy céghez már türelem kell, ahhoz más típusú emberek kellenek. Ezt felismertem, fájdalmas volt ez is, hogy itt én sorban kudarcokat aratok. De láttam, hogy ide már nem én vagyok, és erre is büszke voltam, hogy rájöttem, hogy nem én vagyok, és el tudom engedni a kormányrudat, és át tudom engedni a következő generációnak. Tehát a generációváltás fájdalmain tudtam magam tenni, és meg tudtam emészteni. Ehhez kapcsolódóan, hogy találsz meg egyébként egy ilyen vezetőt, aki ugye egy nagy vállalatot, tehát hogy kezdtetek bele, hogy egy ilyen emberre szükség van, és hogy lehet őt megtalálni? Hát a következő volt először, amikor rájöttem, hogy nem nekem kell vezetni ezt a céget, hanem rájöttünk, a kollégáim is segítettek rájönni, hogy ezt azért most... Akkor én megkérdeztem, amikor mondták, hogy együtt egyetértettünk abba, hogy nem én vagyok már a jó, és akkor megkérdeztem tőlük, na jó, valamelyikötök vállalja? És akkor azt mondták, hogy nem, ide kívülről kell hozni valakit. Olyat kell hozni, aki már nagy céget vezetett, és azt mondja, hogy gyerekek, ezt miért így csináljátok, ezt máshogy nem így szokták. És akkor elkezdtünk keresni fejvadásszal. Az első nem igazán vált be, tehát először magyarok közül kerestünk. A magyar nagy cégvezetők között, akiknek valamilyen okból már ott el kellett engedni ezt a nagy céget, mondjuk politikai lojalitás miatt hiányzott, vagy ilyesmi. Hát azok nem vállalták, mert azt mondták, ez három nagyon jó jelölt mondta ugyanazt, hogy hát ennek a cégnek jellegzetessége az, hogy globális, hogy mindenütt ott van, Ausztráliától Japánig és Angliától Amerikáig. Olyan céget nem vezettünk még. És gondolom, te olyat keresel, aki már ezt máshogy megtanulta. Olyat csak Amerikában találsz. Aki egy ennyire szerteágazó cég, és akkor Amerikában megbíztunk fejvadászt, és ő talált nekünk. Így lett a Dominic Gallello, aki a Autodesknél volt nagyon nagy felső vezető, és onnan sikerült elcsábítani. Pontosabban nem onnan, ő már átmentél második számú vezető volt ott, és átmentél másik céghez első számú vezetőnek, de ott a tulajdonos nem tudta elengedni a céget, úgyhogy nem lett igazán első számú vezető, úgyhogy ott konfliktus lett, és akkor sikerült áthozni hozzánk. És hát ő nevelte ki a következő. Akit belülről nevelt ki. Tehát ő már a második generációs volt, tehát nem tartozott a legfelső vezetésbe korábban, mert ő jóval fiatalabb volt, tehát ő egy új generáció volt. És akkor, amikor én átadtam a Dominic Gallellónak, akkor ő még erre nem lett volna érett.
De Dominik Gallelő tudatosan képezte, ő volt is megállapodás szerint ő volt a kijelölt utód, ez egyértelmű volt, nagyon jó. Ő egy valamit tudott nagyon jól, a szoftverfejlesztők közül került ki, tehát belülről jött, de ő a piacot is értette. És a vevőt is értette. Tehát volt benne egy vevő szemlélet, a műszaki szemlélet mellett, egy piaci marketinget is értette. Tehát volt jó érzéke. Nagyon jellemző, hogy Viktor azt mondta, hogy addig én nem vállalom el, amikor megmondtuk, hogy téged szeretnék kinevezni. Azt mondta, addig én ezt nem vállalom el, amíg el nem végzek egy jó iskolát. Mert egy menedzsernek, aki egy magas, egy nagy céget vezet, annak már el kell végezni egy iskolát. És elvégzett egy nagyon drága másfél éves tanfolyamot a CEUN, egy ilyen exekutív tanfolyamot, nagyon drága volt. Azzal jött vissza, hogy na most már jó, most már tudom, hogy mi a, hogy nem sok voltam. Azért volt jó, mert láttam, hogy nem sok van, amit én még ne tudnék. Úgyhogy megvolt benne az önbizalom, hogy utána átvegye a céget, és nagyon sikeresen átvette, és mondom, most már az egész Nemecsek csoporton belül ennek a cégcsoportnak a vezetője. Gábor, utolsó mondatként mi az, amit, ha egy mondatba össze kéne foglalnod a jövő vállalkozóinak egy tanácsot, egy mondatot, az mi lenne az, mivel küldenéd őket harcba? Ne az állam csecsein lógjatok, ne az államból próbáljatok megélni, az állam próbáljon belőletek megélni, mert ti hozzátok, ti teremtitek meg a gazdaságot ennek a gyönyörű országnak. Tehát magatokra bízzatok, magatokban bízzatok, és végtelen ambíció. Gábor, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és beszélgetni tudtunk. És köszönöm a nézőközönségnek is, hogy itt voltatok. Az előadás visszanézhető lesz, és a YouTube csatornánkon meg fogjátok találni. És hát köszönöm szépen még egyszer mindenkinek. Gábor, neked akkor külön köszönet, hogy itt voltál velünk, és szép délután kívánunk még mindenkinek. Köszönöm szépen, szervusztok! Szervusztok!